A darts egy angol eredetű játék és sport, amelynek során apró nyilakkal dobnak egy kör alakú céltábla különböző méretű szektoraira. Általában pubokban és kocsmákban játsszák a világ minden részén. 2001 óta nyilvánították hivatalosan sporttá. Szekszárdon eddig is komoly darts élet folyt, de csak amatőr versenyek voltak és nem volt támogatói háttér. Aliska Darts néven szeptembertől már szervezett keretek között játszhatnak és versenyezhetnek a játékosok. Adorján Ádám már 2015 óta űzi ezt a sportot és vesz részt versenyeken. 2015-ben kezdtük, akkor még a Sport DC-nél. Hajdú Tamás indította ezeket az edzéseket, és akkor még egy székesfehérvári székelyi klubhoz tartoztunk, a Sport DC-hez, akikkel akkor nyertünk másodosztályt. Ezután a paksiakkal álltunk össze, 16-ban pedig harmadosztályban ezüstöt nyertünk. Adorján Ádám azt is elmondta, hogy miért örül annak, hogy megalakult a szekszárdi dárt szakosztály. Igen, mert ez szétesett sajnos, és ezért keresett meg minket a Gergő, hogy ezt újraindítassuk. Ezért gondolta úgy a Szekszárdi Sportközpont szakmai vezetősége, hogy létrehoznak egy szakosztályt, ami szervezett keretek között támogatja a sportszerelmeseit. Az ötlet az úgy jött, hogy én már korábban is részt vettem amatőr darts versenyeken itt Szekszárdon, és láttam, hogy komoly darts élet van, viszont már akkor is, ahogy beszélgettem a vezetőkkel, az az információ jött vissza, hogy nincs összefogva ez a csapat. Viszont annyira szerették a dartsot itt a fiatalok, hogy volt már itt magyar nemzeti forduló is Szekszárdon. Sőt, volt olyan szekszárdi, illetve szerintem van is olyan szekszárdi játékos, aki részt vesz esetleg ilyen nemzeti fordulóba. És arra gondoltunk, hogy itt a sportközpont keretein belül egy szervezett csapatot létrehozunk. Ezzel segítve nekik a versenyre utazásba, a nevezésekbe, edzés lehetőségbe. Nagyon örülök, hogy mindenkinek tetszik ez a hely. És hát én is megméretem magam ezen az első házi versenyen. Nagy Sándor már évek óta részt vesz a szekszárdi darts életben, hiszen régebben már üzemeltetett egy szabadidősport egyesületet, ezért is gondolta a sportközpont szakmai vezetése azt, hogy felkéri az új szakosztály vezetésére. Várják a jelentkezését azoknak, akik érdeklődnek a darts iránt, vagy éppen egy szabadidős tevékenységet keresnek. Augusztusban beszélgettünk erről, szeptemberben meg is alakult, és most egy hónaposok vagyunk, és ezért mai napon meg is rendezzük az első házi versenyünket, amire 18 indulunk van, a 22 főből úgy gondolom, hogy aki el tudott jönni. Többen ugye dolgoznak, hiszen szombatéznél mégis van benne egy kis munkásság is, de a lényeg, a java része itt van az embereknek. Azt, amit a szakosztály vállal, az, hogy későbbiek folyamán mind versenyek rendezője, tehát liga és nemzeti bajnokságot is megrendezünk, és aki pedig országos versenyen szeretne menni, neki a versenyengedélyt kiváltja, a nevezési díját állja, és az odajutását és a hazajutását is vállalja. A legmagasabb kiszálló díját, vagyis a győzelmet jelentő dobássorozatot Adorján Ádám teljesítette.